Üdvözlöm a Hitrádió nézőit és hallgatóit, én Barkó Cilila vagyok, és ez pedig itt a hitradio.hu hitéleti hírelemző műsora. És itt van velünk a stúdióban Petrőc Katalin és Rehák Rimaszombati Andrea. Sziasztok! Szerbusztok! Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit! Hát egy nagy csokor hírrel készültünk a mai napon is, mert azért voltak történések, és most hát egyéb teendőink miatt kimaradt egy adás, és azt hiszem, hogy lesz miről beszélni. Az első hírünk az egyrészt kapcsolódik az iráni elnök halálához, másrészt pedig Izraelről is szeretnénk egy picikét beszélni, ugyanis itt is voltak történések. Egymásnak estek kommentben a síták és a szuniták a volt iráni elnök halála miatt. Míg a Hamász terrorcsoport az első között fejezte ki gyászát és részvétét a hír hallatán, mely szerint Ebrahim Raisi iráni elnök elhunyt a hétvégén bekövetkezett helikopterbalesetben, néhány gázai polgár azonban másként gondolta, és a közösségi média oldalakra olyan videókat töltöttek fel, amelyekben édességet osztogatnak az iráni elnök halálának megünneplésére. Ilyen volt Majdi Mograbia, egy Rafakból származó gázai imám, aki korábban feltöltött egy videót az X fiókjára, amelyen a gázaiak állakot dicsőítik Raisi halála miatt, és édességet osztogatnak ez alkalomból. Mograbi ezek mellé hozzátette, hogy a Gázában átélt fájdalmak és sebek ellenére nem tudunk nem együtt örülni az Ahvázban, Irakban, Jemenben és Levantéban élő testvéreinkkel, és osztozunk a muszlimok örömében. A gyilkos bűnöző gengszter, a halálosztak birtokosa Raisi, és vele együtt a bűnözői csoport halála miatt. Ők Irán Gáza elpusztításának okozói, a Hamász pedig egy eszköz, amely végrehajtja a parancsait. Ugye sokakat megosztott ez a hír egyébként, nem csak ott a Közel-Keleten, hanem itt Európában és Amerikában is. Látunk olyan híreket, hogy talán az Egyesült Nemzetek is félárbócra eresztette az zászlókat, és akkor ezt is kommentálták. De folytatnám. Vannak, akik izraeli kémnek nevezték Mograbit, azzal vádolva őt, hogy a Hamász ellenzéki terroristája, és voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy nem méltó arra, hogy becsülettel éljen. És a G-poszton megjelent egy elég érdekes cikk, ahol egy kicsit rávilágítanak itt a problémára, hogy mi az alapvető különbségek így a síták és a szuniták között, így ennek a problémának a kapcsán, és azt írták, hogy ezek az események rávilágítanak az iszlám és az arab világ központjában évszázadok óta jelenlevő szunita-síta szakadékra. A Hamász szunita révén szinte egyedülálló síta a síta-iszlám köztársasághoz hű szervezetek között. Egyrészt a Hamász a muzulmán testvériség palesztinai ágaként azonosítja magát, amely egy olyan politikai, társadalmi és vallási globális mozgalom, amelyet Katar, Törökország támogat, és amely a szunita-iszlám egy sajátos egzegézisit népszerűsíti politikai programként az iszlám világban és nyugaton. Másrészt a Hamász erkölcsi és anyagi támogatásának nagy részét az iráni iszlám köztársaság által vezetett síta ellenállás tengelyének és proxiainak, például a Hezbollahnak és a Hutiknak köszönheti, amelynek célja a síta iszlám forradalom exportálása és az arab és a muszlim országokban az Irán barát lázadások szítása. És itt akkor hozzátenném azt is, hogy ugye Iránban is egyébként voltak, akik tűzijátékkal ünnepelték, ugye ennek is volt egyfajta visszhangja, és sokan felteszik a kérdést, hogy ennek milyen következményei lesznek a Közel-Keleten, hogy hogyan fog megváltozni. És ugye Izraellel kapcsolatban meg azt szeretném elmondani, hogy volt egy ilyen nyilatkozat, amit a Nemzeti Büntetőbíróságnak a főügyésze mondott, hogy akkor kiadják az elfogató parancsot Netanyahu és a külügyminiszter Yoav Gallant ellen, és mindemellett a Hamász terroristái ellen is. Nagyon sokan nehezményezték, hogy egyenlőségé lett ez gyakorlatilag ugye az izraeli vezetők és a Hamász terroristák között, hogy ezzel kapcsolatban felszólaltak nagyon sokan. És ugye Katival beszéltük is itt nemrég, hogy ugye George Clooney-nak a felesége volt a tanácsadója ennek, legalábbis teljes válszélességgel kiállt a dolog mellett. Sőt, hát igen, ő javaslatot terjesztett be, tehát Amal Clooney, aki egyébként egy nagyon szimpatikus celeb lenne, mert szeretjük a nagyon szép, kecses, elegáns nőket, és hát ugye végre ez a aglegény is megnősült, és gyerekei lettek, és akkor bejött a bomba, hogy egyébként nulla együttérzést tanúsít, és nagyfokú érzéketlenségről tesz tanúbizonságot, amikor összemossa a jót a rosszal, az életet a halállal, tehát hogy pont a lényeges dolgokban valahogy nincs a helyén a szépsége ellenére. Igen, de ez azt lehet mondani, hogy mindenkinek, aki a Közel-Keletről jön, és nem tudatosan próbálja ezeket a dolgokat saját magában elrendezni, ez zsigerileg benne van.
És hát ő úgy élik libanoni. Az életük, igen, tehát uh-huh. úgy élik az életüket, ráadásul ugye Libanon az alapvetően egy iszlám, tehát egy iráni forradalmi gárda központ, ugye a Hezbollah az, az ennek az egyik ága, tehát ott ők folyamatosan ki vannak ennek téve, tehát nem szabad magunkból kiindulni, amikor az iszlámot nézzük. Én ugye rendszeresen felhívom a hallgatóimnak a figyelmét rá, hogy ne úgy nézzék ezeket a nyilatkozatokat, mint ahogyan egy nyugati politikusnak a nyilatkozatait nézik, mert az iszlám, a kultúra, meg a vallás az egy olyan teljesen más közeg, ami valójában a mi számunkra csak akkor érthető, hogyha mi jobban mögé nézünk, de az meg egyébként utána olyan félelmetessé válik, hogy az ember így inkább abba hagyja, mert az, hogy a nők azok hogyan, vagy hogyan kezelik a nőket, hogyan kezelik azokat, akik nem hívők, tehát meg az, hogy az egy erény, hogy nekünk hazudnak, tehát hogy semmit nem lehet elhinni csak úgy arcra, amit mondanak, mert minden egy bizonyos cél miatt történik. És ugye az, hogy a síta meg a szunita ellentét, ott mindig egység szokott lenni abban az esetben, hogyha egy nagy közös ellenséggel szemben megyünk. Tehát azért a Hamas az most valószínűleg egy eléggé perifériára szorított entitás lett, tehát ugye az, hogy Irán, amikor Joe Bidenék felszabadították azt a 6 milliárd dollárnyi lezárolt pénzt, ami nem kaphatott meg a szankciók miatt Irán, akkor hirtelen mindenhova beáramlott ez a rengeteg pénz, ugyanúgy a Hezbollahhoz is, meg ugye Jemen, az kifejezetten egy ilyen séta-szunnita ellentéten alapuló konfliktus, ugye ott a szaúdiak próbálják a kormányt életbe tartani, az iráni forradalmi gárda, meg a hutikat, vagy huszi, vagy nem tudom ki, hogy mondja. És ugye ez a konfliktus, ez is egy ilyen síta-szunnita hegemónia alapvetően, mert ugye a szaúdiak abszolút, tehát a szunnita teológiát, meg a vahabizmust, tehát ez arra, az egész arra megy ki, ezt azt pénzelik, hogy minél nagyobb körökben elterjedjen. Irán ugye síta jobbára, bár ott is vannak szunniták azért, és Irán meg ugye Szaúd-Arábiát ellensúlyozandó próbál lokálisan hegemóniára szert tenni, és ugye látszik, hogy ügyesen elülteti ezeket a sejteket mindenhol, mert ugye az, hogy a Hamasznak pénzt ad egy síta birodalom lényegében, az önmagában, tehát a mi számunkra is meglepetés volt, mert ezért ilyen nagyon nem szoktak egymással kapcsolatban lenni, de az a helyzet, hogy Izrael-el szemben úgy tűnik, hogy az a fő. Tehát mindenki elmondja, aki nyilatkozik, akármilyen iráni politikusról van szó, hogy az a fő cél, hogy Izraelt el kell törölni a földszínéről. És ugye most a Hamasznak ez pont jól jött, és tudtak egy olyan csapást mérni október 7-én, ami valóban óriási övönaluli ütés volt Izrael számára. Tehát ez igen, érdekes nagyon. Meg nekem az jutott erről eszembe, ugye, hogy mivel itt elsősorban hitéleti szempontból elemezzük a híreket, hogy mennyire természetesnek veszük innen nyugati közegből, hogy hát vannak dolgok, amik abszolút maguktól értetődőek. Igen. Például, hogy az élet tisztelete, például, hogy nem lehet egymás ellen bizonyos dolgokat elkövetni. De ez, ahogy az Andrea mondta, tehát, hogy ezt ebből a szemszögből nem tudjuk megítélni a világnak a dolgait, mert ahhoz tudomásul kéne vennünk, hogy a mi zsidó-keresztény kultúránkban értetődő ez magától. De egyébként vannak más kultúrák, ahol ez abszolút nem magától értetődő. Okay. Nem? Tehát még az élettisztelete sem, tehát meg az sem, hogy az apádat, anyádat tiszteld, most ezt jól-rosszul, de mindenkinek a fejébe van, hogy azért ezt kellene. Okay. Jó, nem mondom, hogy csináljuk, de tudjuk, hogy ez lenne a helyes. De azt gondoljuk, hogy hát mindenhol a világon, tehát ez magától értetődő. Nekem ez mindig annyira fölértékeli a zsidó-keresztény értékrendet, hogy akkor is, ha nem csinálják az emberek, akkor is úgy veszik, hogy ez az élet alapja. És közben még abfelől is tudatlanok maradnak, hogy ez messze nem így van. Tehát igenis vannak kultúrák, ahol nem, ezek nem alapok, és nem tudjuk innen megítélni az ő gondolkodásmódjukat. És az iráni elnök haláláról is ez jutott eszembe, ami nem annyira politikai, hogy hát halálon örülni,
eleve nem is fér bele ebbe a zsidó-keresztény kultúrába. Tehát igen, ilyen nem szokott előfordulni Izraelben, a legnagyobb ellenségük halálán sem szoktak édességeket osztogatni. Tehát ez megint valami olyasmi, ami nem az értékrendünkbe, alapból nem fér bele. És hát ugye az, hogy a jót rossznak mondani, az most teljesen világjelenség, és ez viszont már onnan hat vissza a mi kultúránkra, hogy itt van ez az október 7-e, itt vannak azok az atrocitások, amik történnek, és a Jamal Clooney azt tudja mondani, hogy tartóztassuk le Netanyahut, mert ez ugye így van egálba. Tehát a rosszat meg a jót egy serpenyőbe teszi, és ezt már a nyugat veszi át onnan, tehát hogy jó ez a keveredés? Hát egyáltalán nem, de szerintem pontosan ennek a gyökere az, hogy nem tájékozódnak az emberek. Mert hogyha tényleg, tehát én rendszeresen elmondom, hogy menjél el Izraelbe, mondjuk Queers for Palestine, menjél el, töltsél el egy napot Gázába, és akkor hirdessed magadról, hogy te queer vagy, vagy vegán, vagy whatever, és akkor majd meglátjuk, azt mondja, most pont volt, a Dr. Phil csinált egy interjút a Netanyahuval, kiment Jeruzsálembe, és akkor leültek beszélgetni, és akkor mondta a Netanyahu is, hogy úgy lelőnek hátulról, hogy 2 percig nem kell egy napot eltölteni, körülbelül annyi életidőd marad, hogyha bemész Gázába, ha meleg vagy, tehát nem is kell ilyen nagyon queernek lenni. Tehát az a helyzet, hogy nem értjük, vagy sokan nem értik ezt a kultúrát, és pontosan az, hogy ő magából kiindulva mind a kettőt problémásnak tartja, ez tiszta sor, viszont az a helyzet, hogy meg kell nézni, hogy például az izraeliek mit tesznek azért, hogy ne legyenek civil áldozatok. Meg mit tesznek azért a palesztinok? Igen, azt hiszem erről akármennyit is tudnak beszélni. Igen, nagyon-nagyon sokat. Tehát ez tipikus, egy ilyen, régen volt ez a kabátlopásos sztori, hogy ellopták a kabátját, és akkor hát te egy tolvaj vagy. Nem, az én kabátomat lopták. Tehát most körülbelül itt tartunk. Igen, tehát Netanyahu meg szerintem teljesen hozzá van ehhez szokva. Tehát pontosan azért, mert hogy nacionalista, úgy idézőjelbe, tehát nemzetpárti, és nem kíván így feloldódni a nagy globális egységben, ami miatt ugye a telepekkel, tehát támogatják a telepeseket, ami abszolút egy ilyen vörös posztol, tehát mi voltunk ilyen telepen, ahol úgy vittek be minket arabok, tehát úgy busszal, lényegében zsidó nem ismert busszal se bevinni oda minket, ilyen páncélozott busszal, és lehetett látni, az nekem egy ilyen hihetetlen nagy élmény volt, hogy ezek az emberek, ezek kaptak egy kijelentést a Bibliából, hogy akkor fog virágozni a föld, hogyha ők oda mennek, és oda mentek, megvették a földet, amiről senki se beszél, hogy ők nem illegális házfoglalók, meg ilyen bebentünk, és akkor mi vagyunk az erősebbek, hanem megvették azokat a területeket, és akkor felépítettek egy olyan házat, amilyet én a saját családomnak szeretnék felépíteni, amiben 60 vagy akármennyit évet el akarok tölteni, tehát nem úgy készültek, hogy őket onnan majd kipaterolják, de közben még nem volt engedélyük rá, hogy ott maradhassanak, és akkor ott függött egy hajszálon, de annyira hittek benne, tehát az izraeliek egy nagy része, a telepesek így kapcsolódik a földhöz. A másik oldal... Az de ezek meg... kriminalizálva vannak, tehát itt megint van egy ilyen értékrendbeli... Igen, szankcionálva vannak, igen. Nem léphet be Franciaország. És ők a terroristák. Így van. Ő ellenük vannak szankciók, tehát megint csak azért, hogy lássuk, hogy mennyire könnyű a jót rosszra áthangolni. Igen, és azok, akik meg rájuk küldik a éjszaka, megpróbálják őket megölni, és akkor védekeznek, akkor kb. Ez az atrocitás, ami éri a ellenfelet, hogy ők védekeznek, és akkor emiatt vannak ezek a szankciók. De közben a másik oldalnak meg egyszerűen azért vonzó, mert amikor ők eladták még a múlt század elején, akkor ez egy sivatag volt, meg mocsár volt. És akkor oda mentek az izraeliek ezzel a hittel, meg a rengeteg technológiával, meg akarattal, meg egy csomó mindenki meghalt, és akkor olyan áldozatokat hoztak, és végül felvirágzott a hely, és akkor most már megint vonzó. És akkor mit történik, vegyük el? Igen, de ez a Bibliának a semmibe bevése, mert amikor ezek valóságos izraeli területek, tehát amik valóban fontos, hogy hozzátartozzanak Izraelhez, de ugye ezt a bibliai történelem alapján mondjuk. Mi azt mondjuk, hogy a Biblia az egy olyan szent könyv, aminek van földrajzi életősége, vannak konkrét személyek, vannak történelmi események, ilyen egyébként ez egyedülálló. Ugyanakkor ezt most, hogyha hivatkozási alapként mondják például a telepesek, akkor ez annulálva van, igen, hogy igen. Ez nem áll meg. Tehát itt igazából megint egy hitéleti kérdésről van szó, hogy ez a Biblia ellen megy, csak ők konkrétan, akik az életüket adják érte. Igen.
Tehát ez lehet látni, hogyha az ember úgy jobban megvilágítja, hogy tényleg ez egy ilyen nagy kozmikus összecsapás. És azért nem, ezért tartom én hihetetlenül fontosnak, hogy kiálljunk Izrael mellett, mert egyedül van hagyva. De mondjuk ezt a Netanyahu pont elmondta a Dr. Philnek, hogy érzékelik, hogy nincsenek egyedül, tehát hogy van sok mindenki, aki segít, meg aki próbálja az ügyüket képviselni. De én azon vagyok megdöbbenve, hogy olyan helyeken, mint Magyarországon, ahol az egész konfliktusnak semmiféle kihatása nincsen, vagy kevés, hogy itt is olyan érzelmeket, meg olyan dühöt, meg olyan gyűlöletet kelt ez az egész, és nem az igazi bűnösök irányába, akik gyerekeket sütöttek meg a sütőbe, meg akik mindenféle olyan dolgokat műveltek, amit az ember... Tehát az már egy olyan mélysége a gonoszságnak, amit innen... Tehát már az ember a filmekbe se, vagy nem tudom, tehát hogy ábrázolni sem mernek meg ne is. De hogy azokat úgymond kimossuk szépen tiszta fehérre, mert hogy ő nekik ezt lehet. Mert ők a zsidók ellen próbálnak, ugye azért, mert el vannak nyomva. De akkor is, tehát ilyet nem lehet, tehát ezt nem lehet semmiféle erkölcsi vagy akármilyen okkal tisztára mosni. De mégis ez történik. Ez egyébként egy kicsit így eszembe jutott egy hír, amit pont azt hiszem, hogy ma hoztunk le, hogy New Yorkban végeztek egy ilyen, nem tudom, hogy reprezentatív kutatást, de az biztos, hogy azt hiszem 2000 főt kérdeztek, és hát a következő témánk az ehhez is kapcsolódik ugye az egyetemi tüntetésekhez, már nem csak Amerikában, mert megjelentek Európában is, és a New Yorkiakat kérdezték el ezzel kapcsolatban, ugye mit gondolnak erről, sokan azt mondták, hogy már túlléptek egy határt, és sokan jogosnak tartják már a rendőri beavatkozást is, és ami érdekesnek tartok még ezzel kapcsolatban, azt hiszem, hogy 63% mondta azt, hogy a legtöbben elfelejtették már, hogy ezt a háborút ki is kezdeményezte, és ez a Hamas volt, és nem is akár hogyan. Tehát, hogy civileket mészároltak le, gyermekeket felégettek, otthonokat, családokat szakítottak szét is. Tehát azt hiszem, láttam az interneten egy fényképet, ahol konkrétan egy egész család volt, és már nincsenek. Tehát, hogy így eltörölték a földszínéről generációkat. És hogy erre ezt elfelejtik az ember.